Micsoda gyönyörű idő van, gyerekek! Fúj a szél egy kicsit, hova üljek. Valahol az árnyékba kell menjek ide a fa alá, ne. Van is itt egy párna. Fogjuk, s leülünk. Jaj, gyerekek! Kamera, remélem nem fog belé világítani a nap, hogy forduljak, hogy jó legyen a fény. Így hallottam, most pont délfelé van a nap, fent van. Na, hát először is ott csinálok videót, ahol akarok, sőt, mindegy, tehát nem azért menjek hátra ide vagy a WC-re, mert elő nem merek videót csinálni, vagy mit tudom én. Tehát az évek hátra, mert csend van elő, ugye ott vannak, működnek a csajok, ott van három kutya, és ja, ide félrejövök, hogy tudjak nyugodtan videózni. Nem azért, hogy bújkálok. Kommentekben már az emberek jönnek, hogy hova bújkás, ki vagy szorítva, hátra vagy szorítva a fa budiba. Ó, gyerekek. Nem tudjátok, hogy itt hogy mennek a dolgok, de hamarosan megtudjátok, mert megmutatom, és elmondom. Na. De most meséljek a... Ó, gyerekek. Meséljek a lányról, a másik lányról, ugye? Amint lássátok, még van egy lány. Bocs, épp itt egy tűzhangya csipést intéztem el. Na, az a helyzet, hogy beköltözött a Bray-nek a barátnője, aki ugyancsak egy 18 éves lány. Tudom. Őrült vagyok, s nem lesz jó vége ennek. Sokan ezt mondják, man, és most is ezt fogják mondani, biztos. De mindegy. Ami lesz, az lesz. Jöjjön, aminek jönnie kell. A szellő kicsit fúj, most lehet a kamerába belé fog fújni. Bent kellett volna csinálnom ezt a videót, de olyan szép idő van, gondoltam, kijövök ide. Na. Az a helyzet, hogy Bray már említette nekem, hogy van ez a barátnője. És hogy ő is ki akar szállni a rendszerből. Egyedül van, szülei nincsenek, a nagyanyja nevelte. És jó, hogy ő is szeretne nagyon farmon néni, meg szabadságba belekóstolni egy kicsit. És segíteni a farmon, stb. És mondom, jó, hát meglássuk, hogy szeretne idejönni, stb. Mondom, oké, hát meglássuk majd, hogy lesz. És telefonálnak a minap, hogy leszeretnének jönni csütörtökön, hogy megnézni a helyet, stb. És le is jöttek a nagyanyjával, nagyanyja lehozta autóval, 3 óra vezetés, valahol Közép-Floridában laknak. És a csaj, hát én ezt még nem is tudtam előre, de a csaj már ugye úgy jött, hogyha azt mondom, hogy oké, és hogy maradhat, akkor marad, és úgyhogy ő hozta a kicsi podja, azt a bőrönt bevót csomagolva, és ja, ugye itt megmutattam a helyet, akkor bementünk, leültünk, megettünk néhány banánt, megkínáltam a banánommal, és akkor kezdtünk beszélgetni, és ja, Bray, és olyan kicsit szégyelősök, nem merik mondani, hogy mit akarnak, azt a nagyanyja elmondta, hogy itt ketten sétáltunk a nagyanyjával, hogy hát a csaj akarna maradni, hogyha ha én is benne vagyok.
Amúgy a csajnak, ennek az új csajnak magyar származású, egyik ágról a nagyapja magyar, vagy volt, nem tudom, még éle. Na, de jó, elég hányatott családi körülményei volt. Szülei drogosok, alkoholisták. Az anyja megölte a nagyanyját, tehát az anyja megölte a saját anyját, mikor a csaj 5 éves volt. Úgyhogy az anyját lesittelték. De ma nem tudom hány hónaposan, 10 hónaposan, kora óta már a nagyanyjával lakik, nagyanyja neveli. Úgyhogy az iskolába, a kis, ha, mikortól mondta, 8 éves korától gyógyszerem van az iskolában, 8-tól 13 éves koráig, valami ilyesmi, 5 évig, vagy valami. Mert Amerikában ugye ez nagy divat, ADD, ADD és HD, milyen deficitnek hívják? ADHD. Na mindegy, mindent itt kitalálnak, hogy a gyermek nyugtalan, és nem figyel oda, és túl van pörögve, és ezért gyógyszerre teszik. Őrület. Őrület. Csára Péter barátomot is gyógyszerre tették annak idején. A hangyák a lábamon. Na, úgyhogy ja, Leánka is szabadulni akart, itt volt egy lehetőség. Ezek olyanok, mint a testvérek lennének, nagyon egy hurompendőnek. Mondom, jó van akkor, mondom a nagyanyjának, jó van, próbáljuk meg. Mondom, maradjon itt. Itt maradhat, maradjon egy néhány, egy-két hétig, 3 hétig se. Nézzük meg, hogy működik a dolog. Bírja-e, tetszik-e neki. Nekem is működik-e minden azzal a helyzettel, ugye. Eleinte egy kicsit hezitáltam, mondom. De túl sokan leszünk most már lassan itt. De tudjátok, hogy van. Sok jó ember kicsi helyen elfér-e. Na, van most már két 18 éves csajom, az már 36 a kettő együtt, úgyhogy oké, sok vagyunk, nem? Így van, csak mennyi az évkülönbség, 3 a korkülönbség. Csak viccelők! Ó, gyerekek! Esküszöm. Egy-egy kommentben nem értem, hogy egy-egy kommentben olyanokat írtok, hogy a videóban elmondom, te tisztán és érthetően, hogy nincs semmi nyomulás, meg erőtetés. És a kommentben ugye is írja az egyik illető, hogy ne erőtessem a lányra ezt a kapcsolatot. Mit erőtetek? Hát épp azt mondtam, hogy nincs semmi erőtetve először, csak ugye beszéltünk róla, hogy ez így működne mind a két félnek. De jó, még nincs, még mindig csak barátok vagyunk, tehát kapcsolat még nincsen, még barátkozunk, és ismerkedünk, ugye? De elmondtam az elején, hogy ezt sokszor elmondtam ma, hogy nem fogok beleszökni egy kapcsolatba, se csak úgy fejetlenül. Tehát először beszélgetünk, ismerkedünk, együtt lakunk, ugye? Ez nem faszalt, ez a legjobb az egészben, hogy együtt lakunk, se így tudunk barátkozni, ismerkedni, annélkül ugye, hogy romantikus kapcsolatban lennénk. Tehát nincs szex, nincs izé. Ja. Úgyhogy ezt én is így akartam, és a csaj is ezzel egyet értünk, tehát ezt megbeszéltük a napokban. Úgyhogy nincs semmi bonyodalom, semmi balhé, teljesen egyetértésben vagyunk. Na, de mondom, nem lehet úgy elmondani, nem tudom úgy elmondani, nem azt nem érzitek, ami köztünk van, az a szikra, amikor leülünk így beszélgetni, és egymás szemébe nézünk. Tehát
Ja, valaki azt is írta, hogy nincsen szikra, de hogy nincs, akkor a szikrák vannak, ugye félek, már felgyűl az egész ház. Úgyhogy azért is akartam, hogy már elejtő, hogy csak lassan, óvatosan, és előbb beszélünk, és utána romantikázunk majd. Úgyhogy a csaj nagyon, tudom, hogy sokan mondják, hogy ó, 18, nem érett meg itt, de csaj nagyon érett, és nagyon talpra esett, földre esett, dolgos, szorgos. Reggel fel kell, már dolgozik, csinálja a kaját, csinálja a gyümölcslevet, zöldséglevet. Minden takarít kint a kertben, mindig kérdezi, nem csináljunk valamit, menjünk ültetni, veszi a masettit, vágja a izét, a gyomokot le. Úgyhogy, jó. Na, de mondom, nem kell begárjadni, mert még az elején vagyunk a dolgoknak, s... Jó. Mam, esküszöm, gyerek. Már a kommentekben már egy páran kommenteltek, hogy hol miért dugdosom. Na oké, kell egy más szavat keressek. Amikor azt mondom, hogy dugdosom, akkor azt arra értem, hogy rájtegetem, takargatom. Hogy miért rájtegetem a... Miért nem mondtam, hogy van még egy új csajs. Hát de most történt, tehát az egész olyan gyorsan történik, hogy csinálom a videókat, töltöm fel, de hát ugye sorrendben kell legyenek. Tehát egyszerre minden nem tudok oda kiömleszteni, a dolgok történnek, és akkor az elkövetkezendő napokban, ahogy átgondolom, és megemésztem a dolgokat, úgy lassan teszem fel a YouTube-ra. Nem tudok mindent ömleszteni azonnal, ugye? Na, de úgyhogy nem rájtegetem az új lányt. Ott van, már csináltunk a tegnap előtt videót közösen hárman, és az is fejlesztőt, ugye meg kell kapjam a módját annak, és az előbb már egy videót csináltam, amit Brea csináltunk, rábeszéléssel, de még nem tudom, hogy oldjam meg ugye azt, hogy angolul beszélünk, de hogy ti is értsétek. Hát tudom, sokan értitek angolul, de sokan nem, úgyhogy... Ja, úgyhogy nem, nincsen rájtegetőzés, fenn lesz minden, mindenről lesz videó, nyugodjatok meg. De, ja mondom, minden most történt egyszerre a napokban, sok minden, úgyhogy zajlik az élet, kis türelem, s mindent megtudtok. Tudjátok, hogy én nem titkolózok, nem rájtegetőzök. Na jó, ennyi volt. Menjünk már dologban. Bekapjuk azt a kis gyümölcslevet, csak akkor menjünk fel csinálni a feljárót, a padlás feljárót. És kerültessünk, és meg kaszáljunk, meg minden, úgyhogy... dologban, gyerekek! Na, nem mondom, csináljam meg gyorsan ezt a videót a... A második lányról, hogy ne halljam a kommenteket, hogy én itt valami rejtett operációt csinálok. Na jó.